térjünk vissza a rendes ügyvenetünkhöz, és most az előadás az a Hente Zsoltnak az új hálózati igazságáról fog szólni. Úgyhogy Zsolt, kérlek, hogy gyere. Szeretettel köszöntök mindenkit. Öröm látni így a régi kollégákat itt több évtized után, és öröm volt beszélni velük néhány szót. Ugye Henter Zsolt vagyok, de két ilyen, az elmúlt hosszú évek alatti két titulust írtam föl, ami talán így a legmeghatározóbb volt, de ugye én 1986-ban kezdtem el dolgozni, akkor még nem az APEC-ban, hanem a PST-ben, de a Lajos utcában. Ugye a Lajos utca, erről jut éppen eszembe, hogy ugye többen itt közösen dolgoztunk ezen a helyszínen. Éppen az elmúlt hétvégén történt meg az utolsó nagyobb ilyen eszköz kiköltözés a Lajos utcai gépteremből. Ugye az irodai rész az már egy-két éve gyakorlatilag kiürült, úgyhogy most már ilyen üres folyosók és nagyjából üres géptermek várnák ott a korábban ott dolgozókat. Azt hiszem, hogy így az előadók között legalábbis én vagyok az egyetlen, aki még most is, ha nem is a NAV-ban, de a NAV környékén vagy a NAV-nak dolgozik. Ugye jelenleg a Pillérnek a hálózatüzemeltetési szakterületét vezetem. 2016-ban történt meg, hogy a központi üzemeltetési szakterület az átkerült a Pillér Kft-ből a NAV-ból. Előre is így elnézést kérek, hogy lesz egy néhány ilyen műszakibb ábrám, úgyhogy akinek ez nem annyira érdekes, mert próbálok egy-két anekdotikus elemet is beszúrni, hogy ők sem annyira unatkozzanak. Akkor mindjárt itt mondok egy ilyet, hogy ugye 95 és 2007 között én másodt a magánszférában egy multi cégnél dolgoztam, és amikor 2007-ben visszatértem újra az APEC-be, a Lajos utcába, akkor ott a Valikára talán sokan emlékeznek a étteremben, ugye a 7. emeleten volt az étterem, sűrűn bólogatnak, akik a Lajos utcában jöttek föl. Ugye 2007-ben újra befizettem ott a menzán az ebédbe, és kérdezte a Valika, hogy mi volt velem, hogy mostanában sose fizettem be az ebédre, így 12 év után egy... Na. Hogy volt volna egy ilyen tartalom legyzék is. Néhány számot mondanék majd így az adatátviteli hálózatokról. Ugye, még visszatérve talán így egy pillanatra, ugye az a címet kaptam, hogy az APEC, illetve az új hálózati infrastruktúra, ugye hát, hogy mikor új, ugye az APEC, a hálózati infrastruktúrája az gyakorlatilag folyamatosan növekedett, fejlődött, megújult, úgyhogy inkább ilyen, adtam egy kis alcímet is, hogy az APEC hálózatának a fejlődése, hát abban a elmúlt régi időkben. Nagyjából ez lenne a tartalomjegyzék, ezt szerintem így nem olvasom föl, hanem akkor vágjunk is bele. Így gondoltam, hogy néhány számot mondanék az adatátviteli hálózatáról az APEC-nak akkoriban, ugye ez mondjuk nagyjából így a 90-es évekre vonatkoznak ezek a számok. Ugye azért látszik, hogy úgy elég szép nagy számok voltak, tehát akkor is az APEC-nak az országban igen meghatározó, talán az egyik legkomolyabb országos hálózattal rendelkezett. Ami talán még érdekesség itt, ugye legalul vannak a sávszélességek, hogy a van oldali, tehát az országban a telephelyek felé mutató sávszélességek, azok ilyen 2400-tól 19200 bit per szekundomig terjedtek. Ugye
nem tudom, hogyha mostanában otthon valakinek az internetje csak 1-200 megabit per szekundumos, akkor már valószínűleg a nem tudom, gyereke vagy most már az unokája nyafog, hogy mit képzelünk, hogy ilyen gagyi sávszélességet biztosítunk számára. Ugye, hogy kiszámoljuk ezt akár csak a 19,2 kilobit per szekundumot, ugye az körülbelül 20, hát gyors felszámolással mondjuk a 20 kilobit per szekundumhoz a 200 megabit per szekundum az, ha jól számolom, akkor az a 10.000 szerese. Ugye, és ez a 19.2 annak idején a egy megyei telephelyet az ott dolgozó néhány száz kollégával vidáman kiszolgált, most meg az unokánk ennek a 10.000 szereséért adaszkodik. Nézzük először a helyi hálózatokat, tehát a épületeken belüli LAN hálózatokat. Először, hát én amikor oda kerültem a Lajos utcába, így a hálózatos csapatban dolgozni, akkor részben terminálhálózatok voltak, részben pedig, ami mondjuk már ilyen LAN-nak nevezhető, az hát koaxiális Ethernet, ugye ilyen vékony koax kábelek voltak. Ugye ennek az volt a sajátossága, hogy ugye ez egy ilyen busz topológia. A két végén le volt zárva egy-egy ilyen 50 ohmos lezáróval, úgy mondtuk akkor, hogy azért, hogy ne folyjanak ki a drót végén a bitek. És ugye ennek az volt a szépsége, hogyha ha akár ez a záró ellenállás lekerült, vagy ami inkább jellemző volt, hogy útközben, ugye erre voltak fölfűzve a különböző munkaállomások, vagy amiket kiszolgált ez a LAN, hogyha bárhol ez megszakadt, ugye ez azt jelentette, hogy ez a teljes busz, tehát az a teljes, a kábelen lévő összes munkaállomás az így leszakadt. És hát ha bárki úgy gondolta, hogy na most egy kicsit leveszi a munkaállomását róla, és ott megszakította ezt a kábelt, vagy bármi ilyesmi történt, ugye akkor lehetett keresni az épületben, hogy hol van ez. Aztán később nagy előrehaladás volt, hogy volt egy ilyen műszerünk, ahol ugye a távolságokat lehetett becsülni, hogy körülbelül hol van. Ugye voltak ilyen távolsági korlátok, de 185 méter volt a szabvány szerint, amilyen hosszú lehetett egy ilyen kábel, hát lehetett járkálni az épületekben. Ugye tehát alapvetően ilyen terminálok lógtak a VAX-okon, és ugye akkoriban a BS2000 transzdata hálózat volt az, ami még meghatározó volt. De az is egy ilyen terminál alapú hálózat volt. Kicsit később nagy előrelépés volt egyébként, ugye, hogy már nem ezt a koaxiális kábelt kellett, hanem ugye ilyen strukturált kábelezési rendszer alakult ki, ahol egy-egy ilyen munkaállomásnak a leszakadása, vagy akár hibája, vagy bármiféle megszűnése, az nem tette tönkre annak a teljes szegmensnek a munkáját. De például forgalom szempontjából ugye még az egyes, ugye úgy neveztük akkor, hogy collision domain, tehát hogy ennek a protokollnak a sajátosságából ugye az volt a működésének az alapja, hogy osztoztak ezen az ott lévő, hát akkor még jellemzően 10 megabit per szekundumos sávszélességen, de minden esetre fizikailag azért már jóval tehát meg volt az a szeparáció az egyes munkaállomásoknak, és akkor utána ugye a végeredménye az lett, de hát ez azért eltelt közben inkább 1-2-10 év, mire ugye ez a switch backbone, tehát ez a kapcsolt gerinc hálózati technológia alakult ki, amit tulajdonképpen nagyjából most is ezt használjuk, ugye ahol a munkaállomások, a szerverek, tehát a kapcsolódó eszközök, azok már külön megkapják ezt a dedikált sávszélességet, ugye és a központi eszközök között pedig
egy ilyen gerinchálózati kapcsolat, már akkor is üveg, csak hát ide még azt hiszem az van írva, hogy 100 megabit per szekundum, hát ugye ez is most már a alsó hangon a 100-szorosára, tehát a 10 gigabitre, de inkább most már 40 gigabit per szekundumra nőtt. Nagy távolságú hálózatok. Ugye alapvetően hát két világ volt, a Siemens Transdata világ, illetve ugye a Vaxos DECNET protokollra épülő, illetve terminál hálózatokra épülő világ. Egy ilyen nagy fejlesztés volt, ott az a zöld vonal, ugye az egy darab ilyen adatvonal, ami ugye kezdetben, hát ugye, ahogy a Péter is említette, én nekem is a földön becsöng néha még a modemeknek a ciripelése. Később ugye ezek ilyen kapcsolt vonali hálózatokat használtunk, egyre nagyobb sávszélességgel, de azért nem túl nagyjal, tehát mondjuk 2-4-ről fölment 9600 bit per szekundumra. És hogy ezt egy kicsit jobban kihasználjuk, illetve együtt tudjuk egy ilyen vonalon kezelni, tehát egy megye irányába mondjuk ezt a két hálózati infrastruktúrát, tehát a Siemens mainframe-eknek a forgalmát, illetve a Vaxos világnak ezt a DECNET-es forgalmát. Erre használtunk ilyen kompresszorokat, multiplexereket. Ez azért is nagyon előnyös volt, ugye itt látjuk, vagy talán azt hiszem, hogy a következő ábrán, igen, lesz egy ilyen ábránk, hogy ugye a DECNET forgalomban először az X25-ös, ez egy ilyen csomagkapcsolt hálózat volt, az volt a fő tudnivaló róla, hogy nagyon szép meg modern volt, de baromi drága volt, ugye ott a csomagok után, tehát az adatforgalom után kellett fizetni, és egy idő után ez így kiderült, hogyha ezen akarunk itt a különböző DEC eszközökön nagyobb mennyiséget forgalmazni, az így horror pénzbe került volna, és akkor használtuk ki ezt a lehetőséget, hogy ehelyett a már meglévő, tehát a Siemensekhez biztosított vonalakra tereltük ezt a forgalmat is, megosztva ennek a vonalnak a felhasználását a Siemens és a Vaxos között. Ugye ez egy ilyen topológiai ábra, abból az időből kirajzolódik ugye Magyarország térképe, és szépen igazodott gyakorlatilag az APEF szervezeti felépítéséhez, ugye tehát megvoltak a megyeközpontok, ugye ez kicsit ilyen nagyobb krumplik, vagy karikák, hogyha távolról nem is látszik, és ugye erre kapcsolódtak mindenütt az ügyfélszolgálati pontok. Tehát tulajdonképpen ez egy addigra egy teljesen országos hálózattá vált, ami szépen lekövette a APEC szervezeti felépítését, illetve ezen belül Budapesten pedig, ugye itt ezek az adatvonalak voltak akkoriban ilyen 19.2 meg ilyesmi, tehát ilyen viszonylag alacsonyabb sávszélességűek. Ugye Budapesten pedig kialakításra került egy mikrohullámú, ez saját tulajdonú mikrohullámú, az egyébként egy magyar fejlesztés volt, ráadásul mikrohullámú hálózat, ahol ennél jóval nagyobb, tehát ilyen 2 megabit per szekundumos adatvonalakat tudtunk biztosítani a nagyobb fővárosi telephelyek között. Ez is igen sokáig megmaradt. Hát egyetlen egy még most is működik egy ilyen tartalékvonalként, bár ezt is most már éppen ki kopóban van, de minden esetre azért 21 néhány évet szerintem ez is így megélt. Még egy nagy ilyen újdonsága volt hát így a 90-es évek végének, ugye akkor kezdődött az, hogy az adathálózaton a hangnak a továbbítása is lehetővé vált, ugye születtek ilyen eszközök, amik ugye úgynevezett voice over IP, tehát hogy az IP-s hálózatokon lehetett a hangot is továbbítani, és
Ez is elkezdődött akkoriban az APEC-ban, ugye ennek nagy előnye volt, hogy innentől kezdve a egyes APEC telephelyek közötti hívások, azok ingyenessé váltak, ugye akkor ez még azért mások voltak a távközlési díjak, mint mostanában, tehát ez így egy nagy spórolás volt, illetve ugyanígy az egyes telephelyeknek az alközpontjait, tehát a telefon alközpontjait is szépen be lehetett kötni erre a NAV adathálózatára. Kérte Iván külön, hogy ugye az OKP fejlesztésekről is beszéljek, bár én ugye abban az időben pont nem nagyon voltam ott, de azért úgy távolról követtem, hogy ezt az első fázisában akkor még igen. Ugye 92-től, vagy hát itt 93-tól 95-ig valahogy így volt az első ilyen nagyobb világbanki tender, ugye hallottuk is a bevezető során. Ekkor hát új útvonalválasztó eszközök, tehát úgynevezett routerek kerültek be, korábban ugye ezt a funkciót az egyes szerverek végezték még. A helyi hálózatok akkor még, ahogy az előbb is mondtam, ez a 10 megabit per szekundumos vékony coax Ethernet volt alapvetően, és viszont az egyes nagyobb budapesti helyszíneken, tehát ahol több munkatárs dolgozott, ott már ez a strukturált hálózat is kezdett kiépülni, vagy hát kiépítésre került ennek az első AKP fejlesztés során. Van tekintetében pedig ezek a sávszélességek voltak. Ugye mikrohullámú eszközökről beszéltünk. És akkor a második ilyen nagyobb fejlesztés, ami a 97-98 körül volt, ugye ez a második, vagy azt hiszem, hogy hálózatos szempontból legalábbis ez a második világbanki tender volt. Itt viszont tényleg a teljes országra kiterjedően kiépültek ezek a strukturált hálózatok, amik egyébként azt lehet mondani, hogy még most is nagyon sok helyen ugyanaz akkor bekábelezett hálózat működik. Némi, nyilván voltak esetleg bővítések, fejlesztések, de tényleg sok helyen még most, mind a mai napig azokon a kábeleken dolgoznak a kollégák, amit akkor húztak be ennek a fejlesztésnek a során. Akkor alakult ki egy ilyen egységes Cisco, ugye ez az akkori, vagy hát most is az egyik legnagyobb hálózati gyártóra alapuló LAN és van eszközpark. Ugye korábban viszonylag vegyes volt, tehát ugye az első világbanki tender miatt a DEC routerek voltak, és itt jöttek be ezek az eszközök. És igazándiból ugye korábban az a hálózat biztonság az nem volt annyira központi kérdés. Itt jöttek elő először, hogy legalább ezeket az alapelveket, tehát olyan eszközökön kezdtek gondolkodni a kollégák, amik a hálózatbiztonságot is növelhették volna. Ugye erről pedig beszéltünk, hogy a telefonhívások. Hát ezt csak elrettentésként tettem ide, hogy nem fogunk felelni, utána belőle 98-ban találtam egy ilyen az APEC adat átviteli hálózatáról egy ilyen architekturális ábrát. Van rajta minden, mint a búcsúban. Ugye mondtam, hogy a hálózatból biztonsági kérdések is egyre inkább kezdtek előjönni így a 90-es évek vége felé. Ugye korábban az APEC-nak semmiféle ilyen internetes vagy külső kapcsolata gyakorlatilag nem volt, és akkor az EBEV hálózati infrastruktúrának a kialakításával, ugye ott már kifelé interneten keresztül történt szolgáltatás, tehát ott élessé vált ez a kérdés. Akkor történtek meg az első ilyen nagyobb tűzfal beszerzések, terhelés elosztó eszközök, amik ugye HTTPS kapcsolatokat, tehát végződtették az APEC-ban aztán. És ugye de ekkor még abszolút az volt a jellemző, hogy
az APEC belső hálózata, az továbbra is, tehát a felhasználók által használt belső hálózat, az egy teljesen szeparált hálózat volt, és biztos emlékszik mindenki rá, hogy volt egy külön internetes gépe volt, teljes külön infrastruktúra, ugye internetes hálózat, internetes minden, meg volt gyakorlatilag duplikálva, akinek volt internetes lehetősége, és ugye úgynevezett ilyen, hát ezt a, hát nem is tudom akkor, hogy hívták, hálózat, biztonsági osztály, vagy nem tudom, ott a Patkó Józsira emlékszem, ő fémjelezte ezt az osztályt, ugye úgy nevezték, hogy ilyen légrésesen el kell választani ezt a két hálózatot, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy semmiféle összekötés kábelesen vagy bármilyen módon nem lehet a kettő között. És aztán kicsit később kezdődött, de ez már így a 2000-es évek, hogy ami szintén mind a mai napig gyakorlatilag működik, hogy ugye egyre nagyobb igény volt azért arra, hogy távolról is lehessen használni, otthonról, vagy akár egy járműből egy revizor, vagy ezeket a adós szervereket, erőforrásokat, és ugye erre került aztán kialakításra ez a hát zárt APN, ugye ez azt jelenti, hogy a mobil szolgáltatónál már külön kezelt hálózati szegmens, mondjuk így, ugye ez a revizori rendszernek elnevezett külön álló hálózati szegmens, amin keresztül megvolt a lehetősége, és mind a mai napig ez így megvan a lehetősége a belső hálózati erőforrások használatának. És hát ugye utána nagyjából elértünk a 2011-es évhez, ugye amikor január 1-től 2011-ben az APEC a VP összevonásával átalakult NAV-vá. Hát ez nagyon sok új kihívást jelentett akkor, ugye két gyökeresen eltérő hálózati infrastruktúra, vagy egyáltalán szemlélet volt az APEC és illetve a VÁM oldalon. Ugye a legnagyobb különbség ez az internet használatban volt. Ugye a APEC oldalon elmondtuk, hogy külön munkaállomás, stb. A VP-nél ott ez, hát hogy mondjam, nem rugalmasabban, de úgy volt kezelve, hogy ugyanarról a munkaállomásról, amiről a belső rendszereket elérték, kifelé is nyitott volt, viszont elég erős kontroll alatt tudták ezt tartani, meg voltak erre a különböző megoldások, amit használtak, és tulajdonképpen hát elég sok év után, mert hát nem is tudom, mondjuk ilyen 8-10 év után ez átment a teljes NAV hálózatába. Tehát most már úgy ugye 2011-ben volt, most van 2023, 12 év után azért úgy most már ki merem jelenteni, hogy úgy egységes hálózata van néhány éve a NAV-nak ilyen szempontból. De ez tényleg nagyon sokáig tartott. Elsősorban mondom az internet elérésnek a különbözősége, és hogy akkor ez hogy legyen kezelve ennek kapcsán. Ugye a hálózati sávszélesség igények azok pedig tényleg folyamatosan, drasztikusan növekednek. Hát most már az elején említett ilyen 19.2 meg ilyen kilobit per szekundumok helyett most már jellemzően a megyék felé és a nagyobb telephelyek felé több száz megabit per szekundum, Budapesten pedig van ugye egy optikai gerinc, meg szóval azért máshol tartunk, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. De hát ugye ez most már a NAV-ról szólna, itt pedig az APEC-ről kellett beszélni, úgyhogy köszönöm a figyelmet.